Decemberben adták át a megszépült nyírkarászi művelődési házat, felújították a tetőszerkezetet is. Eddig tartott az öröm, a vasárnapi vihar megtépázta az épületet. Az emeleti nyitott terasz lemezborítását megbontotta az erős szél. A szélső táblát kezdte el mozgatni, aztán egy 5 percen múlva elkezdtem már a másodikat is, és mondtam, hogy ennek felesett tréfa, tehát ez, ha elkezdi az egészet felszedni, ez egy 60-70 négyzetméter és ledobja, akkor itt baj lehet belőle, hiszen egy 4-es útkereszteződésben vagyunk, vasárnap meccs volt, labdarúgó mérkőzés, itt jöttek-mentek az emberek, aztán beszóltam a tűzoltóságnak, és mondták, hogy ha emberélet van veszélyben, akkor küldenek ki. És ki is küldték a Baktalórendházi és a Kisvárdai egységet. Akkor ára már 3-4 táblát is mozgatott a szél. Az egyik lakos szólt a polgármesternek, hogy baj van, aki értesítette a tűzoltókat. Szalmási József elmondta, darut nem használtak a szakemberek, gépezetes tolólétrát állítottak az épülethez, annak nyoma még most is látható a csatornán. A nyírkarászi viharkárt többek között a biztosítónak, valamint a kivitelezőnek is jelezni kell. A visszaszerelt elemek most nem biztonságosak, valamennyit cserélni kell majd. Az erős szél azonban nem csak nyírkarászon okozott kárt. Szakolyban volt egy melléképületnél hasonló eset, ahol a lemezfedés bontotta meg a szél, illetve Nyíregyházán a Sóstói úton egy 10 méteres fát borított az útra. A közúti akadály megszüntetésén dolgoztak a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőre és kedre sem adott ki figyelmeztető előrejelzést, ezt a zöld szín is jelzi. 3 veszélyességi szintet különböztetnek meg, 3 színnel, sárgával, narancssal és pirossal. A zöld pedig azt jelenti, hogy semmilyen időjárási veszély nem fenyeget.